Szanyi Tibor, az MSZP országgyűlési képviselője, jó reggelt kívánok! Jó reggelt 2002-ben kívánok. Biztosan, 2006-ban meg valószínűleg választási csalással nyerte az MSZP. A választásokat mondta Kósa Lajos egy Karácsony Gergellyel folytatott egyetemisták előtt zajló vitában. Gondolom ehhez némi kommentárt az MSZP-nek illene fűznie, akár beismeri, akár tagadja ezt a vádat. Hát tettünk is néhány kommentárt. A kommentárnak a lényege, hogy nyilván ez egy nagyon jó dolog, hogy egymást csalással vádolni. Biztos, hogy vannak ilyen jellegű jelenségek, jó magam is tapasztaltam ilyen vagy ilyenre utaló jeleket a saját választókörzetemben, de egyrészt ezeknek a hatása szerintem minimális, másrészt pedig eddig egyetlen egy bizonyított eset van, ez pedig a Fidesz érte. Azt mondja, hogy talált a saját választókörzetében Budapest 13. kerület erre utaló jeleket. Milyen jeleket? Hogy mondjam, ezek igazából mondjuk egy bírósági eljárásban bizonyíthatatlanok, ugyanakkor annyira szemet szúróak, hogy az ember a saját meggyőződése szintjén nem... Hát mondja, neveket úgysem tud hozzácsatolni, tehát nem nevek kérdés az egész. Tehát amikor az látszik, hogy mondjuk egy fél napon át ugyanaz a kettő vagy három szürke vagy fehér mikrobusz ilyen 5-ös, 8-as csoportokba hoz a választó vagy a szavazóhelységhez embereket, ott néhány egyébként általunk ismert, legalább minimum arcról ismert, mondjuk fideszes aktivista, őket ott terelgeti, ott papírokat cserélgetnek, ez meg az, meg amaz. Hát ez azért óhatatlanul azt mutatja, hogy hát itt azért valami nem stimmel. Most akkor viszont vádolta a Fideszt? Én nem vádolom őt semmivel, egyszerűen én meg vagyok arról győződve, hogy például 2010-ben az én választókörzetemben ez iparszerűen ment. Hát a kevesek egyike volt, aki ennek ellenére MSZP színekben az első körben nyerni tudott, tehát ez hiába volt így, de ez most ugye azt jelenti, hogy 2002-ben és 2006-ban önök megvádolva a Fidesz által, ő nézőpontjuk szerint csalással nyertek. Meg azt mondja, hogy 2010-ben ők ezt megpróbálták visszalopni. Tehát ez a sárdobálás, ez nyilván így 2014-re előre nézve sok jót nem ígér. Nem, én azt mondom, hogy ezek a jelenségek elő-elő fordulnak, nem hiszem, hogy ez tömeges lehet, és azt sem hiszem. Kusolás mire mondja akkor ezt? Hát nyilvánvalóan ugye, amikor borzalmas bajok vannak a gazdaságban, amikor teljesen leültették ezt az országot, amikor tényleg milliókat toltak nyomorba, ilyenkor ezeket a gumicsontokat szokták előhozni. Hát most, bocsánat, nincs választási helyzet, két választás között vagyunk fél időben. Miért kell ebből egy ilyen ekkora nagy pletykát? Nem azért, mert közben arról beszélgetünk, hogy az alaptörvény része legyen a választási regisztráció, ami már még két év van valóban, vagy majd két év van. Hát ez csak az apropó, mert... de eldönt egy csomó kérdést. Na jó, de ennek a regisztrációhoz semmi köze. Sőt, megkockáztatom, ha regisztráció van, az ami azt jelenti, hogy a pártok már egy előzetes folyamatban bekapcsolódnak a választásokba, hiszen mindenki majd arra fog törekedni, hogy meggyőzön, hogy úgy tetszik jönni, jó, akkor segítek regisztrálni, stb. Tehát eleve sokkal több információt kapnak a választópolgárokról, szinte tudják, hogy kit kell majd adott esetben elvinni. Hát ezekkel megszervezni a látszavazást. Én butaságot gondolok? Sokkal egyszerűbb. De rosszul gondolom, hogy ez nem a pártok dolga lenne arra rávenni a választópolgárokat, hogy ugye tetszik menni regisztrálni, hanem ez mondjuk az állam dolga lenne, mert az állam dolga lenne az, hogy ezt a demokratikus intézményt minél teljesebben fenntartsa. Tehát engem az állam győzzön meg arról, hogy regisztrálják, és utána a párt győzzön meg arról, hogy majd rászavazzak. Hát nem? Kiterjesztett értelemben a pártok is az állam részét képezik. Hát nagyon kiterjesztett értelemben. Hát pedig így van, és mondjuk fejlett demokráciákban, hadd hozzam Anglia példáját, jó magam is voltam kampány munkás Angliában, így tapasztalati jelleggel. Kiknek kampányolt? Jó, szóval a munkáspártnak kampányoltam, és hát ott még a választás, ott nincs kampánycsend, és még a választás napján is minden párt, nem csak a munkás, minden párt házról házra, ajtóról ajtóra megy, üti az ajtót, ugye tetszett jönni szavazni, ugye eltetszik menni szavazni, és a többi. Na, a kampánycsend nálunk sem lesz, de fölösleges lesz így kopogtatni, mert aki regisztrált, gondolom úgyis elmegy, hát, aki meg nem, annak már hiába kopognak. Hát ha lesz regisztráció. Szerintem, nem lesz? Hát én nem tudom, én azért adok egy esélyt annak, hogy ez össze fog dőlni, mint egy kártya. Hát hogyan? Hát az alaptörvény része lesz. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy ez egy eldöntött tényleg. Az alaptörvényre már mondták, hogy ez aztán a megváltoztathatatlan, aztán most körülbelül 20-szor változtatják meg, úgy egy év alatt, vagy két év alatt. Komolytalan. Tehát nem kell ezeket a dolgokat annyira komolyan venni. Lehet, hogy valamit belematatnak, beledisznókodnak a választási rendszerbe, mert egyébként ez a regisztráció így ebben a formájában mindenképpen egy borzalmas disznóság. Tartott tegnap egy sajtótájékoztatótól Kósa Lajost rasszizmus
vádolta meg egy parlamenti tegnap előtti felszólalása okán. Hát bizony, hát itt üvölt a rasszizmus. Tehát most milyen szöveg az, hogy nem fogjuk hagyni, hogy szocialista gulyás rotyogjon a cigány soron. Vagy valami hasonlót mondott, egyébként nem volt erről felvétel, de több tudósító is nagyjából ezt a tartalmat. Szóval először is miért ne rotyogjon a gulyás a cigány soron? Ezt azért tisztelettel kérdezem. Hiszen nincs olyan kampányrendezvény, ami, vagy van, de szóval hogy a kampányrendezvényeknek egy javarész az tényleg olyan közös együttlét, hétvégi együttlét, ahol főzöcskézünk. Hát most csak például a szocialista párt részéről több száz gulyás partit rendeztünk így augusztus-szeptember környékén. Ezt szeretik, ezt a műfajt. De miért is ne? Hát de hát erre utalt akkor Kósa Lajos, hogy önök nyilván a másik megjegyzésben a tanulatlan egymilliós tömeg. De mi az, hogy a cigány soron? Ez más megjegyzésben a tanulatlan egymilliós tömeg, akikről szintén. Hát ez a rasszizmus. Hát ha a tanulatlan tömegeket a cigánysággal azonosítja valaki, ez a rasszizmus. Ez 24 karátos rasszizmus. Menjen a fenébe. Ez a véleményem. Noha egyébként, hogy mondjam, normális körülmények között még akár azt is mondhatnám, hogy jól szoktunk tudni szót váltani. De szóval ez volt az a pont, amikor én azt mondtam, hogy nekem ebből így elég. Karácsony Gergely volt egy órával ezelőtt a vendégünk. Gyakorlatilag belekezdtük itt a reggelt, és hát erős kezdés volt, mert ő azt mondta, hogy Kósa Lajossal vitatkozva rájött arra, hogy Kósa Lajos a saját törvénytervezetét sem ismeri, és nem olvasta el. Fogalma nem volt a választójogi törvény módosítása. Hát a 200-valahány fideszes képviselőből 200-valahány a szövegírókat leszámítva senki nem ismeri általában azokat a törvényeket, amiket ők egyébként... Csak az ellenzék olvassa a kormánypárti előterjesztéseket? Hát sokszor mi is csak utólag tekintettel arra, hogy 5-10-20 perccel a szavazás előtt nyújtanak be ilyen paksamétákat. Tehát normális észre ez képtelenség, nem úgy átolvasni, hát egyáltalán még áttekinteni is. Biztos vagyok abban, hogy a törvények 99,9%-áról a fideszes mamelukoknak, akik ott 200-valahányan nyomkodják a szavazógépet, lövésük nincsen, hogy mi a csodát szavaznak meg. A lövés, hát itt volt ez a szerencsejáték törvény példának okáért. Hát most, hogyha bármelyik fideszest aznap reggel megkérdezte volna, hogy van-e valami baj a szerencsejáték törvénye, biztos, hogy mondta, hogy neki aztán nincs. És aztán beszédül ő is egy órakor a parlamentben, és ott szembesül azzal, hogy van. Tudják már, hogy mi a nemzetbiztonsági kockázat, amire hivatkozik a kormány? Semmi, hát még egyszer mondom, ezek a baromságok, ezek általában a gazdasági, súlyos gazdasági problémák, hogy elfedését szolgálják. Ma például Matolcsi György, amit a 9 órakor kifogálnám pódium elé, és elmagyarázza, hogy azt a 600 milliárd forintos lukat, amit egyébként merő ostobaságból ütöttek a költségvetésen, na most ezt hogyan akarják befoltozni. Most borítékalom, lesz legalább 15 újabb népnyúzó, hogy rekvirálás, mind... Tehát amit tegnap megjelent az interneten, azt helytállónak gondolja? Hát 600 milliárd forintot összeszedni azért nem egy kicsi mutatvány. Az egy nagyon hosszú lista volt, hát úgy, 28%-os áfától kezdve ott minden volt. Hát már az adóprés az olyan fokon szorította meg az embereket, hogy ezt már csak tényleg brutál vérek árán lehet tovább húzni ezt a De az MSZP-nél lesz gulyáságyú mindig, hogyha mennek. Ez nem gulyáságyú kérdése, mindig is volt társas együttjövetelek, főzőversenyek, 10 csapat főz versenyt, nyilván a pártagok hozzák oda az alapanyagokat, nem egy költséges történet, és több száz ember ott van, vidáman is beszélgetünk. Igen, fogunk rengeteg gulyást főzni, nem csak a cigány soron, mindenütt, és egyébként pedig a Fidesz a rasszizmusával, meg az ostobaságával együtt. Folytassa? Folytassa. Takarodjon ebből az országból. Szanyi Tibor, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.